Ez a létezés természetessé válik, hogy együtt vagyunk. Szokványos ebben, hogy már el is jutottam az ő otthonába az első randi során egy pár perc erejéig, ami szintén ilyen nyugalmat sugárzott, és valahogy éreztem, hogy én ide vissza fogok jönni. Mindketten 30 év felett voltunk már, és valahogy éreztük, hogy jó lesz. Nagyon sokat beszélgettünk mindenről, tehát a családunkról, a vallásról, én akkor még nem voltam megkeresztelve, Péter pedig gyakorló hívőként élte az életét. Fontos szempont volt számomra, hogy én vele tartsak ezekben a napokban is, amikor ő gyakorolja a vallását, és ezt jobban megismerjem. A találkozásunkat követő 5. hónapban kérte meg a kezemet. Igazából meglepődtem ezen, de valahogy mégsem. Mégsem éreztem azt, hogy gondolkodnom kellene, miközben ő azt érezhette, mert a válaszom nem volt az elsőre egy belékarolós igen, de egyáltalán nem éreztem azt, hogy én nemet fogok mondani, csak a helyzet adta körülmények között. Én úgy éreztem, hogy próbáljuk meg. Ez a próba a mai napig is tart, és ez a... Igen, próbálunk együtt élni, próbáljuk a kisgyerekeket nevelni, akit ajándékozott nekünk Isten is, és azóta is minden napot úgy élünk meg, én úgy érzem, és olyan szavakat kapok a Pétertől egyébként, amit 9 évvel ezelőtt is kaptam tőle Sopronban. Az első találkozásunk a buszpályaudvaron volt, amikor szembe jött velem, és csak így néztem. Aztán az első teszt akkor történt, amikor azt kérdezte, hogy hova megyünk, mondta, hogy elvünk szemetes zsákér Merkel nagymamámnak. És utána elvittem a szüleim házába, hogy beszélgessünk egy kicsit egymással, és az út az pont jó volt erre. Majd elváltunk egymástól, ő ment Sopronba, én maradtam Veszprémbe, majd megkértem 5 hónap után kezét, aki rá egy évre választ is adott rá, igen, választ. Amikor lángba borult a szívem, és 4 betűt mondtam ki az oltár előtt, ami még ma is tart. Egy hétig Nászlóton voltunk, aztán a feleségem elköltözött tőlem, ő jött a gyerekszobámba Veszprémbe, én maradtam Sopronban. Tehát akkor megéreztem a hiányát, hogy kimondta, hogy igent, és 2 hét után elköltözött tőlem. De a hétvégi találkozás megint összehozott minket azért. Kibírtam, majd jöttek utána egyből. Ez volt a nehézség. Segítséget kaptunk, mert nem volt hova jönnünk Veszprémbe, csak állásunk volt. És akkor a gyerekkori szobámba hazaköltözhettünk újra kezdeni az életünket. Amit sikerült is, és megtaláltuk magunkat Isten segítségével. Nehéz lehetett, így főleg Péternek, miközben igazából ez egy hirtelen jött lehetőség miatt alakult így. Hála a barátainknak Sopronban azért ezt így át tudta vészelni, úgy egyedül nélkülem is ezeket a napokat. Én nem is tudtam volna ezt elképzelni a családalapításunkat
a bővebb családunk nélkül, és az ő örömükre is, és támogatásukkal, és amit a mai napig minden nap ténylegesen érzünk, hogy igazából a családunk mindent megtesz azért, és viszont, hogy mindenki jól érezhesse magát, és a feladatokat is könnyebb együtt megoldani, illetve lelki támogatást is nyújtunk, nem csak egymásnak Péterrel, hanem ténylegesen így a bővebb családban is. És ennek nagyon örülök, hogy ezt megélhetik például a nagyszülők, a dédszülők, hogy mi együtt vagyunk, és még a gyerekek is itt vannak körülöttünk, és ezt látják, és ebben nőnek fel. Ez nekem nagyon megnyugtató, és ez számomra egy nagy ajándék, hogy végül úgy alakult, hogy jól érezhetjük magunkat minden körülmények között itt. Azt érzem, hogy egység van, és nem csak, és igazából belőlünk fakad ugye elsősorban az egység, amit érzékelnek itt a családtagjaink is szerintem. Az összes problémát megbeszéljük. Én el sem tudjuk azt képzelni, hogy egy párkapcsolatban hogy nem történik kommunikáció, mert egyszerűen nem értjük ezt, mert mi tényleg sokat beszélgetünk, és ezt nagyon szeretem. A Péteren látom a gondot, vagy a bajt, vagy a kétet, vagy ugyanúgy rajtam látja ezt, biztos, hogy ráérez a másik, és ez az, ami erőt ad. Még a házasság előtt is éreztem már ezt, hogy velem van, bátorít, és amikor ilyen nagyobb dolgot kell eldönteni, akkor valahogy a kisebb dolgok szinte egyáltalán, nem azt mondom, nem érdeklik, de nem foglal állást feltétlenül, de a nagy dolgokban nagyon látom benne igazán a döntést. Mindig vannak újabb és újabb céljaink is, ez pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megújuljunk, és hogy újra, és hogy ünnepeljük így magunkat is. Tehát, hogy nem csak a házasság hetén gondoljuk ezt, hanem tényleg akármilyen alkalom van, vagy örömforrás, aminek örülhetünk, azt igyekszünk megünnepelni, és ez így nagyon jó érzés. De az egyedül lenni és a újra együtt között eltelt időszak szerintem egyébként a férfi és a nő személyiségének is nagyon-nagyon sokat tud adni, még tehát házasságban is, párkapcsolatban is. Tényleg építő jellegű lehet egy egyedül lét is, és egészen más, mint minden nap, ugye együtt lenni, a körforgásban vagyunk hétfőtől péntekig, szabadidő együtt eltöltése. Kell, nagyon, nagyon szépek ezek a dolgok, de számomra például szükség van arra, szükség lenne arra, hogy egy kicsit így magamban gondolkodva átgondoljam a dolgainkat, a jövőt, és az persze így, tehát megosztani majd Péterrel, nekem ilyen igényem van. Mi úgy kerültünk össze, hogy már jó ideje egyedül volt a Péter is, és én is, viszont nagyon jól éreztük magunkat, tehát nem magányosan, nem, tehát semmiféle ilyen érzésünk nem volt akkor, és talán ez is jó, hogy ebből tudtunk építkezni, tudtuk talán valahol már, hogy mire vágyunk, és majd el kell jönni annak, amire vágyunk, vagy reméljük, hogy eljön. Eddig Istennek hála minden úgy alakult, hogy szerettük volna, ahogy kértünk rá. Kaptuk is a segítséget, együtt vagyunk azóta is, jóval, rosszban, mindenben. És ez egy kicsit össze is hozott minket, és erősítette kapcsolatunkat. Mindegy, hogy elszállunk, leesünk, bármi, ebben az a lényeg, hogy egymás kezét fogjuk. Az embernek azért van szüksége párra, társra, mert a kettes fonál erősebb, mint az egyes. Ha az egyik elesik, akkor másik fel tudja segíteni, és ketten messzébbre jutnak. A hármas fonál azért nem eszállak el soha, mint ezt a Biblia is megírja, ahol után lehet olvasni. Úgyhogy ezért választottam társat, és ezért próbálom veletek egy életen át kiállni, kitartani.
Ezt nehéz elképzelni már, hogy az egészséges egyedül létből a 10 éve tartó együttlétbe vezető út az olyan egyszerűen és szépen ment át egyik állapotból a másikba, hogy igazából hálát adok az Istennek, hogy tényleg ez így alakulhatott. Vannak nehézségek, szomorúságok, de egymást támogatva, építve tudunk ezen túljutni, amit nehezen tudok elképzelni egyedül. Ez a létezés természetessé válik, hogy együtt vagyunk. Mikor nem voltak ilyen szép gyerekeink, akkor is jó volt. Akkor is jó volt, amikor egyedül voltam, akkor is jó volt, amikor a Péter egyedül volt, és abban a pillanatban még jobb lett ez az egész, amikor találkoztunk. És ezen, tehát át kell gondolni minden fontos döntést az életben, ezt érezni lehet, és felelősséget kell vállalni, és el kell köteleződni. Mert az életnek szerintem ez az értelme. Ezért élünk.